Pont most, 2022. október 10-én a General Arcade az Action Forms jóvoltából a 25. évforduló alkalmából remasterelték a Chasm the Riftet, és nem úgy címezik, hogy Chasm the Rift Remastered, hanem az eredeti játékot újra alkották modernebb gépekre, most már Full HD és 4K felbontással, illetve részletesebb beállításokkal rendelkezik, ráadásul a feltuningolt mellett hozzácsapták az eredeti DOS-os verziót, ami DOS-boxsal simán el lehet indítani, és a régebben az Action Forms weboldaláról ingyenesen letölthető három kiegészítő pályát is hozzácsapták, illetve pályatervezést is, illetve külön grafikai beállításokat. A látvány most már még durvább lett, van árnyékolás, illetve az átvezetőkben lévő parancsnok és Strickland professzor már 3D-sebben jelenik meg, illetve a hangszekcióban újra keverték még a hangokat is. Igaz, a régiek megmaradtak, de egy-két helyen modern hangeffektek is megszólalnak, illetve aki zenével együtt szeretné hallgatni, annak nem lesz akadálya. A játék Steamen és GOG-n is fent van, de én az utóbbit teszteltem. Jelen esetben a kiegészítőt nem tudtam a remasterelt verzióban játszani, de remélhetőleg a fő kampány végén kaphatjuk meg. De mondtam, az új verzió mellé hozzáadták az eredeti régi verziót, és ott külön elindíthatjuk a kiegészítőt. No commentben a régi verziósat fogjátok mindjárt nálam látni. A kiegészítő kemény 3 pályát tartalmaz, plusz 2 új ellenfelet és 1 darab bosst, ahol szintúgy bekaptam a készítők csalaját, miszerint nem ólommal kell adagolni, hogy kimúljon, aki egy sötét főpap egyébként, és csak ül a trónján és lusta módon energialövedékekkel támad. Nem. Hasonló turpissággal kell kiiktatni, mint ahogy a Time Strikerek vezérével, az időbíróval csináltam, ott ugye a belébe kellett beleugranom és a szívét elpusztítani. Itt a boss mögötti sarokban van egy kapcsoló, ami az előző pályán lévő szivattyú telepnek a keringetőjét indította el, és ott vissza kell menni és fel kell venni a reflektor pajzsot, azt a pajzsot, amivel effektíve le lehet győzni a bosst, mivel a saját energialövedékével lehet csak megölni. Ja, és hogy miért volt ez az egész? Ez az egész kiegészítő? Hát a semmiért. Nincs sztori, csak időbővítés a főkampány mellé, amúgy a 16 pálya mellé. Végső soron nem volt rossz a kiegészítő, de egy picit felejtős. Viszont, aki még nem játszott ezzel az ukrán Quake klónnal, az feltétlenül pótolja be, méghozzá ezzel a verzióval, és egy szubjektív üzenet a 3D Realms-nek, hasonló tuningulást képzelnék el a Rise of the Triad-nál. Thank you.
Well done, soldier. Not bad for your first mission. After you switched on the wind generators, we were able to restore the output of the power station. Now, we don't have time to discuss this. We have a major problem with one of the military bases. This time, we are facing a grave danger. The underground level contains strategic missiles with nuclear warheads. Time Strikers have opened a time channel in one of the underground bunkers. If they get their hands on the missile launch system, they can be considered winners. The warheads have enough power to wipe out any signs of human presence from the face of the Earth. We will drop you on the base, and your mission will be to reach the cargo elevator, which will take you to the underground level. Your next mission will be to reach the missile launch control and disable all of the equipment and control systems. I would like to warn you that the military base is equipped with security systems, namely cameras and auto-aiming turrets. These systems are out of control and will attempt to destroy anybody in their range of fire. Be careful! Good luck!